Magyarország számos településen jelent problémát az illegális szemét és ennek a kezelése. Sajnálatos, hogy vannak olyan emberek, akik fittyet hánynak a törvényekre és a környezetvédelmi előírásokra, és úgy gondolják, hogy ők bármit megtehetnek. Az illegális szemét túl azon, hogy a környezetet szennyezi, a talajba jutva a vizeinket is elszennyezi, és rendkívül súlyos környezeti károkat okoz, rákcsálók elszaporodásához vezet, amelyek különböző fertőző betegségeket is terjesztenek. Attila, hozzát fordulok, mint Pilis megválasztott polgármesteréhez. Egy pár szóban kérlek, hogy mutasd be nekünk, hogy hogy alakult ki ez a helyzet, illetve hogy polgármesterként mit tudsz tenni, mi az, amit már eddig is tudtál tenni, illetve a jövőben milyen lehetőségeid lesznek. Hát ez a helyzet úgy alakult ki, hogy én úgy érzem legalábbis a világ minden pontjára, hogy behozzák a szemetet itt például építési törmelékkel találkozunk. Tehát itt nem csak a helyi szinten folyik a szemetelés, hanem Pilis gyakorlatilag egy szemét temetőlet elsősorban a fővárosból hogy hozzák ide a szemetet egy ilyen fajta, egyfajta építőipari bűnözésnek neveztem el ezt a tevékenységet. Ez elsősorban egyébként a Romániából Magyarországra érkező Gábor cigányokhoz köthető, akik így vállalkozóként tevékenykednek, felvállalnak építési munkálatokat, bontásokat, lakásfelújításokat. Ők leginkább egyébként a bontásig jutnak el, majd azt a törmeléket, amit akár a főváros, vagy bárhol a környéken ugye lebontanak, azt ide hozzák el szervezetten, és valaki megengedi a saját területére, a saját ingatlanjára ezt lepakolja, ezért pénzt adnak neki a, 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 szemetelők, akik idehozzák a hulladékokat. Tehát egy borzasztó állapot alakult ki itt, itt Pilisen. Nyilván, hogy már eddig is tettünk ez irányba lépéseket, folyamatosan tesszük a feljelentéseket, bejelentéseket, pilisen a hatósági osztályhoz, de a rendőrséghez is, amikor felmerül a gyanúja annak, hogy pénzt is elfogadnak, ugye egy-egy ilyen ingatlan tulajdonos azért, hogy lerakják nála a hulladékot, az a bűncselekménynek minősül, tehát ilyen ügybe is már nyomoz a rendőrség, itt is, ahol állunk egyébként, ez ügybe is már tettem a hatóságokhoz feljelentést, bejelentést, itt is folyik a nyomozás, úgyhogy fel fogjuk ezt göngyölíteni, fel fogjuk számolni, és kötelezni fogjuk a tulajdonosokat arra, hogy igenis szállítassák el a telkükön felhalmozott szemetet, ami egyébként nem kis költség lesz, azért ezek, ezek milliós költségeket is ugye okozhatnak. Szintén létfontosságú probléma Magyarországon környezetvédelmi szempontból is a szerves hulladéknak a kezelése. Ma sajnos Magyarországon a szántóföldeken, mezőgazdasági területeken keletkező szerves hulladékot nagyrészt biomaszaként elégetjük, és az elmúlt 60 évben a műtrágya használat kiszorította a földjeinkről a szerves trágyát miközben a földjeink 70%-a nitrát érzékenyé vált, a szerves hulladékot pedig erőművekben égetjük el. A zöld hulladék felhasználásával is foglalkozik a Magyar Önvédelmi Mozgalom alelnöke Pozbai Tibor. Egy jó példát szeretnék most bemutatni az ő általa vezetett vállalkozás kapcsán. Tibor, kérlek szépen, hogy foglald össze nekünk, hogy mivel is foglalkozol, hogyan hasznosítjátok újra a zöld hulladékot, és hogy ennek milyen környezetvédelmi előnyei vannak. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Tulajdonképpen az elmúlt években kezdtem el a vállalkozást, mint zöld terület karbantartó. Tehát minden, ami a természettel összefüggésben van. Fontosnak éreztem, hogy a szerves hulladékot úgy bontsuk le, hogy megfelelően vissza keringjen a természetbe, ezáltal a ökoszisztémát ö, ö, fenntartsuk, illetve a, a zöldítésnek a folyamatát elősegítsük. A mögöttünk ö, ö, látni például egy üde zöld erős fát, és gyakorlatilag a, a, a természetben Helyezzük el azt a fajta zöld hulladékot, amit ledarálva, vagy pedig apró darabokra vágva, lényegében széterítünk, és ezáltal a táptalajt értékesebbé tesszük. Tehát az van a lényege, hogy mindenki felismerje ennek a fontosságát, hogy a zöld környezet fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen, hogy mindenki megfelelő komposztálást végezzen. Tehát ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt, hogy igyekezzen a komposztálást elősegíteni, Növelni a területén, és mennyivel szebb egy zöld fárnyékában állni, mint egy betonkerítésnél mondjuk. Tehát én ezt tartom szem előtt, és én ezért. Emellett van egy program, amit itt szeretnék megjegyezni, a Fogadj örökbe egy fát program, amit a, a Monori Erdő területéről indítottunk, az Új Monori Erdő Társulás, és ebben most már a Magyar Önvédelmi Mozgalom is országos szinten bekapcsolódik. Ez arról szól, hogy teljesen ingyen és bérmentve Kisgyerekeseknek, rászorulóknak gyümölcsfát adományozunk, amivel egyrészt az önfenntartást segítjük elő, másrészt a környezetudatosság, illetve a fotoszintézis elősegítése miatt is fontos ez, hogy már kisgyermekkorban felismerjék a, a lurkók, hogy hogy ültess egy fát, nem éltél hiába, és valójában a közös gondozás, a közös nevelés az is egyfajta családi program, és egy példamutatás a jövőt tekintve. Barta orsolya helyi lakossal beszélgetünk, illetve kérdezem őt, hogy mekkora probléma itt ebben a környezetben pilisen magán az illegális szemét, és ennek milyen közvetlen hatása van az itt lakók életére. Be tudnád mutatni a saját példádat, hogy mi történt a közelmúltban az illegálisan lerakott szemétnek a következtében. Szia Dória, mint látod. Igen, rengeteg szemetet összeszedtünk. Ennek eredményeképpen ugye terjednek a patkányok, és itt a Helyi lakosok ugye patkányméreggel védekeznek. És a közbiztonsági helyzet hogy alakult itt az elmúlt években, évtizedekben? Én tíz évvel ezelőtt költöztem ki erről a családommal, mikor idejöttünk, nem zártuk a kaput. Nem fogok hazudni. Ismertünk mindenkit, mindenki ismert mindenkit. Azóta úgy megváltozott a környezet, hogy este nyolckor már a közbiztonság itt, maga az utcában olyan, hogy a 18 éves gyerekemet, ha tudnám azt, hogy nem tudja, magát meg, vagy meg, nem tudja magát megvédeni, nem engedném ki. Két nappal ezelőtt például felhívtam az egyik társamat, bajtársamat, hogy gyereki mellé valdoznak. Saját kertembe hátul. És a rendőrség? A rendőrség kijön és nem tud ellenük semmit tenni. Nem foglalkoznak már ezekkel az ügyekkel. Kihívod és elmennek. Itt volt például egy eset, volt egy kisebbségi emberke, akit reggel kiengedtek a börtönből, délután belement a kerítésbe egy autóval, összetörte a kocsit, hetekig itt állt az autó, bevitték rá, két órára kiengedték, másnap már a biciklit lopta a vasútállomásról. Megint bevitték, megint kiengedték. Láthattuk tehát, hogy a környezet szennyezésének milyen hétköznapi kézzelfogható következményei vannak az itt élők életére nézve, nem beszélve arról, hogy a magyar termőtalajt, a magyar tájat tesszük tönkre a szennyezéssel, ami a szuverenitásunk letéteményese is, és az egészséges magyar élelmiszer záloga. Nem képzelhető el a 21. században az, hogy egészséges élelmiszer kerüljön a magyar családok asztalára, akkor, hogyha ezeket a területeket elszennyezzük. A Mi Hazánk Mozgalom azt a kormánytól, hogy hatékonyabban lépjen fel a szennyezőkkel szemben, szigorítsa a rájuk vonatkozó büntetési tételeket, illetve a bűnöldöző szervek hatékonyabban derítsék fel az elkövetők kilétét.